egész ennek a teremnek, ha megtetszenek látni, két barlangból áll, amelyet egy alagút köt össze, és 1918-ig ezen az alagúton keresztül a tutajos átkelése volt az ide érkező vendégeknek. Itt, ahol most mi vagyunk, a bányászenekar fogadta őket mindig zenével, és voltak olyan vendégek, akiknek a tiszteletére még tűzi játékot is rendeztek itt lent a bányában. 1918 őszén első világháborúból hazatérő osztrák katonák egy része a Bielicskáni városban volt elszállásolva, természetesen elhagyottak a bányában is. A tutajra 34 fő számhatott fel, felszálltak 57-en. És miután egy névnapi ünnepség után voltak, nem igazán volt ugye, teljesen józan az egész társaság, felborult a tutaj az alagút alatt, és 7 ember a tutaj alatt került, a többiek ki tudtak mászni a vízből, mert itt csak másfél méteres vízmagasság van. 7 ember nem tudott kijönni, így haltak meg. A lengyelek elkészítették akkor Nepomuki Szent Jánosnak a szobrát sóból, itt felállítva Csöcs Bozsa. Pontosan azért, mert ő ugye a vízbefulladóknak a védőszentje, Csöcs Bozsa, hogy akik ide érkeznek turisták, csak egy pillanatra is emlékezzenek erre a 7 nagyon szerencsétlenül elhunyt fiatal katonára, akik az első világháborút végigharcolták, és pár nap választott el őket, hogy hazatérjenek. Hát a kirándulás sajnos nem végződött, igen, mindenkire. Ugyanúgy. Ezek bányászok. Ezek dolgoznak.